Kizárták a bírósági eljárásból a török-bálinti robbanás két szakértőjét. Január óta ugyanis nem lehet szakértő az, aki rendőr, ők pedig azok. Az ügyészség szerint törvénytelen a döntés, mert amikor felkérték őket, még nem volt ilyen szabály. A bíróság szerint éppen ezért az írásos véleményük továbbra is bizonyíték, de vallomást nem tehetnek. Új szakértők lesznek, legalább fél évet csúszik a tárgyalás. Frankon mondom, hogy ez tűzi játék. És miért füstöl ennyire? Ezt beszélték egymás közt a robbanás szemtanúi, akik videóra is vették. A közelben már hallani is lehetett a petárdákat. A tárolási, raktározási szabályok figyelmen kívül hagyása. Az első tárgyalási nap. Több szakértőt is felkértek, de a legutóbbi tárgyaláson a robbantás technikai és a vegyész szakértőt már meg sem hallgatták. Január óta ugyanis nem lehet szakértő, aki az ügyben nyomozó hatóságnál dolgozik, és ők rendőrök. A bíróság végzését törvénysértőnek tartjuk. Az ügyészség szerint ugyanis, amikor a két szakértőt felkérték, még nem volt érvényes az új szabály. A folyamatban lévő ügyben a régi eljárási törvény alapján végzett eljárási cselekmények továbbra is érvényesek. A Pest megyei bíróságon azt mondták, a tárgyaláson az számít, ami aznap érvényes, de a két szakvélemény bizonyíték marad. Okiratként fel fogják olvasni, egyetlen egy hátrány van, hogy sem a bíróság, sem azok a személyek, így az ügyészség, a vádlott védő nem intézhet már kérdést ahhoz a személyhez, aki ezt a szakértő véleményt készítette. Azaz nem tehetnek vallomást. A vádlott cég ügyvezetője azt mondja, az egyik szakértőt kérdezték volna. Hogyha kihallgatjuk, akkor is kiderül az igazság, ha nem hallgatjuk ki, akkor viszont ezzel nem kell megküzdenünk, tulajdonképpen nem kell vele időt tölteni. Én azt gondolom, hogy a végeredmény semmilyen módon nem befolyásolja. A cég továbbra is állítja, valaki szándékosan robbantotta fel a raktárukat. Most új szakértőkre van szükség. A tárgyalást ezért fél évre elnapolták.